vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Kispál Tamás, rallycross versenyző. Szervusz, üdvözöllek! Mikor utoljára beszéltünk rólad, akár a Stefano Favaróval, mert valamikor ő volt a menedzsered, akkor még egy másik kategóriában máshol versenyeztél. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a nézőket. Valóban jó pár év eltelt azóta, és sok minden változott, mind a menedzserés tekintetében, mind a csapatok tekintetében, sőt, még mondhatjuk akár a szakágok tekintetében is. Hát igen. Kicsit visszamehetünk? Persze. Már csak azért is, mert ugye nagyon távirati stílusban, 9 évesen már ugye gokart bajnokságot nyertél? 9 évesen még nem, jól emlékszek, olyan 10-11 körül. 11 évesen. De már tehát, 8 évesen gokartoztam. Így van, tehát nagyon fiatalon ott voltál. Ennek azért volt hírértéke, mert te már 17 évesen, ugye azért dobbantottál, léptél, mentél ki Angliába, hogy Formula 1-es pilóta legyél. Így van. Ez volt ugye a nagy álom, hát mi más lett volna, aki gokartból cseperedett föl. Így van. Ugye mi még a Schumacher Alonso csatákon nőttünk föl, sőt még inkább azt mondom a Häkkinen Schumacher csatákon annak idején gokartban, és hát ez az álom maradt meg, hát mi más lett volna, ugye a gokart az alapja a Forma 1-nek. Igen. És innen jött. Ugye a Renault kategóriában, hogy melyikbe versenyeztél kint? Két literesbe, ugye? Igen. Tehát magyarul ott voltál küszöbb környékén, ugye a Formula 1 küszöbb környékén, vagy ez, az még annak távoli volt ez a kategória? Azt mondom a belépő, vagy az első lépcsőfok egyikén, vagy talán igen. A másik, mert akkor még azért a Forma Ford nagyjából élt Angliába is. Na, tehát ott voltál, test közelben azt lehet mondani, ott lett volna közel a Formula 1. Így utólag, letisztulva most már minden úgy düh kiment belőled, miért nem sikerült? Én azt mondom, hogy elsősorban az anyagiak miatt, tehát azt nem lehet sajnos elbagatelizálni, vagy elsinkófálni, hogy valójában azért a fő ok az volt, hogy nem tudtuk összehozni a megfelelő szponzori hátteret ahhoz, de hát, bocsáss meg, hogy föllesen. De ennyire pénz számít, hiszen jól tudom, azért értél el nagyon szép eredményeket. Hát a brit Formula 1 bajnokságban az első évben a harmadik újonc voltam, 13. voltam a bajnokságban, 38 közül, utána pedig 30-ból lettem harmadik, úgyhogy sokáig vezettem a bajnokságot. És utána még következő lépcsőfokok, de talán egyébként az egész karrierre is azt lehetne mondani, hogy azért már most lehet nem így csinálnám, lehet inkább egy tesztcsapatba mennék a bajnokság mellett, és a legjobb csapattal mennék egy évet, mintsem egy tanuló évet, és még egy ráadás évet egy adott bajnokságon, mert hogy így lépkedtem felfelé. Mikor és hogyan hoztad meg azt a döntést, hogy kész vége, szakítottál a álmoddal? Azért ez több lépcsőből állt. Azt mondom, hogy többször voltam a kapujában annak, hogy ebből lehet realitás. Igen. Ja, pont az említett angol év végén volt, az év közepén, amikor a Renault még akkor Gravity programból, amikor a tehetségkutató Renault igen. programból kerestek meg, hogy vezetem a bajnokságot, tetszik nekik, ahogy megyek, jó és hatalmas volt a fejlődés, ez a tanulói évtől
számítva. Azonban az év vége nem úgy alakult, ahogy terveztük a bajnokságban, ott visszacsúsztam a harmadik helyre, nem jöttek annyira a győzelmek, mint az elején, sőt a dobogók is nehezen. Majd egy ilyen kényszerteszt lett belőle, hogy meghívtak, de nem vettek tulajdonképpen versenyző számba. Ezt ott érezted? Hát az autón csak az én nevem nem volt rajta a meghívottak közül, úgyhogy már kapásból így éreztették. És egyébként az a zárt csapat, aki azóta ugye Gokart csapatot is üzemeltet, a Birellen, illetve hát ugye GP2, GP3-ban egy sikercsapat, aki annak idején még a Forma 3-ban volt sikercsapat, csinálta a tesztet, és abszolút éreztették. Egyébként pedig egy visszagondolva vicces, hogy volt egy olyan formula, amit ki kellett tölteni, egy nyomtatványt, hogy fel kellett sorolni a szponzorokat, hogy kik a szponzorok, és kit akarom megjeleníteni. Hát nyilván egyfajta információszerzés volt. Én természetesen írtam egy pár szponzort rá, de hát nem voltak olyan híres szponzorok, mint a legtöbb versenyzőtársamnak, aki oda eljött. Egyébként hármunkat néztek ki. A három versenyző közül egyről én nem kaptam utána támogatást, holott még a kanyarokat is három részre bontottuk és elemeztük, és tulajdonképpen oda-vissza adok-kapokkal ilyen ezrednyi különbségek voltak a pilóták között. És azt lehet mondani, hogy egy ilyen teszt alapján el sem lehet mondani, hogy ki hogy vezet, mert természetesen egykörös tempót meg lehetett nézni, de nem volt köztünk több másfél tizednél. Két nap teszt után, ahol egy olyan 100-150 kört leteszteltünk, de hát ez nem volt az igazi. És utána jött természetesen más lehetőség, amikor még a VSR-ben tudtam érvényesülni, amíg azt mondom, hogy talán volt még egy fél lépés a GP3, ami közte volt, és akkor így időrendben is megyünk. A GP3 széria volt pont, amikor ugye legutóbbit voltam még a Favaro korszakban, amikor másik hétvégén futam győzelmet arattam, és akkor csillant fel újra a remény, hogy talán oda lehet érni. Azonban ugye a szezon hátrálva részében nem úgy jöttek az eredmények, ahogy kellett volna, és az utána lévő év monakói sikere, ott ugye második lettem, az sem volt elegendő ahhoz, hogy följebb tudjak igazán lépni, és bekerüljek a Forma 1 világába. Most mi kellett volna ahhoz, hogy feljebb tudja lépni? Az eredmények, vagy szponzorok is betolni a pénzt? Így is volt lehetőség, tehát így is el tudtam volna menni például az ominózus monakói eredmény után tesztelni. Tehát maga a lehetőség ott lett volna, de ha csak nagyságrendileg mondom azt, hogy egy tesztnap például a Williams istálóval kétszer annyiba került volna, mint nekem a teljes szezonom, és akkor egy napról beszélünk. Tehát ilyen lehetőségek adódtak és ott voltak. Még azt mondom, ilyen eredmények után is, amikor igazából egy-két szélsőségesebb hétvége után, vagy extrémebb hétvége után sikerült gyengélkedő csapattal mondjuk azt eredményt szállítani, de ettől tovább nem, és akkor mondom azt, hogy lehet, hogy kifizetődőbb lett volna egy top csapattal menni egy évet, és akkor megmutatni, de tudok ellen példát mondani arra, aki például Nicolas Tottát volt menedzserbe, tényleg első évben top csapattal ment, hozta az eredményt, azonban a bajnokságot nem nyerte meg, és úgy, ahogy volt, dobva lett év végén. Mindenre van példa, nyilván ott is, ha valaki egy ilyen programban benne van, akkor vagy kimagaslót kell nyújtania, vagy ha nem jön az eredmény, akkor pedig repül. De valójában itt most akár a Formula 1-ben mennyire számít a képesség és mennyire számít a pénz? Százalékban. Mert most mi azt halljuk Formula 1-es pilótáktól, hogy 85%-ban a pénz számít, és minden másabb utána. És tehát mondták is Stálód nevét, stb. Ugye mondhatnánk az orosz pilótát, stb. Ahol egyértelműen lehetett tudni, hogy nem kellett semmit felmutatni, csak a pénzt. Hát én azt mondanám, hogy nagyon kevés kivételt tekintve, ez inkább 90-95%. Igen. Már azért is, mert ha megnézzük azt a csokrot, aki közül lehet válogatni, mindig is fognak odaérni nagyon jó pilóták, akik majdnem azt mondom, hogy tehetségesek, nem szuper tehetségek, aki mondjuk azt egy Hamilton, vagy egy Rosberg, vagy egy Alonso, vagy akár Vettel. Tehát nem ilyen kaliberű versenyzők, de nyilván egy nagyon jó ütőképes versenyző, akikben benne van az alapvető tehetség, hogy képesek megtanulni azt, ami ahhoz kell, hogy valaki akár egyébként még a Forma 1-ben világbajnok is legyen, tehát egy tényleg nagyon jó színvonalról beszélünk. Ez mondjuk az első ötből ki lehet választani egy GP2-ben. De nem biztos, hogy az első ötben van, vagy ott is van, de oda tud kerülni a Forma 1-be, aki mondjuk
köridő tekintetében akár egy-két tizedet extrém körülmények között fél másodpercet képes kiautózni az adott technikából, mert ez talán egy évben egyszer fordul elő, hogy van jelentősége, hogy mégis mit tud egy esős futamon kihozni, vagy egy tényleg extrém több kerékcserés versenyen, akár egy GP2 GP3-ban, mert javarészt az számít, hogy ugye viszonylag steril körülmények között ki az, aki azt a robot stílus tudja alkalmazni, és tudja azt a köridőt hozni, abból pedig több is van. Mert hogy visszahívtak engem többször is tesztelni és oktatni nagyon gazdag versenyzőket, illetve tényleg hatalmas több orosz pilótának is mentem tesztelni és segíteni. Hát egyszerűen hihetetlen, és most látva azokat, hogy kik ellen versenyeztem és milyen háttérrel, döbbenek meg, hogy tulajdonképpen nem is voltak olyan rosszak az eredmények, mert hogy komplett tesztcsapatot üzemeltetnek, és amikor nem versenyeznek, akkor tesztelnek az összes helyszínen végig. Álnéven persze, álcsapattal, és végtelen számú. Úgyhogy tudjuk, Suminak a gyermeke is, hogy álnéven versenyzett sokáig. Lehet, hogy sértő, de nem szeretném megsérteni senkit. Mennyire van sportértéke egy Formula 1-nek? Attól függ, hogy melyik részének. Csak szerepelni benne, és csak indulóként ott lenni a listán, már egyre kevésbé. Az. Mert ugye mi azt látjuk, és akkor azt dicsőítjük, hogy azt tud vezetni, mert ő a sztár, ő a világbajnok, mert ő van ott, és ő a number one. De ennek nincs sportértéke. Hát én azt mondom, hogy már szerepelni és részt venni a bajnokságban elhalványul, mert azt mondom, hogy inkább dobogon lenni egy GP2-ben, vagy top 10-ben lenni, van olyan érték, mint mondjuk egy manorhoz befizetni, és ott menni egy évet, vagy kettőt, vagy hármat. Például ott van Will Stevens, igazából nem is lehetett látni, hogy mi volt az az eredmény, amit le tudott tenni az asztalra a Forma 1-ben. Bejött, szürke egérként ment két évet, nagyszerű Forma 1-es pilóta volt, és eltűnt. Nyilván az ő szemszögéből eladni azt, hogy valaha volt Forma 1-es pilóta, az a szponzorok szemébe jobban mutat, de összességében szerintem sokkal komolyabb. Jó, csak ez egész, mert nem sport, hanem egy biznisz. Így van. Ennyi. Én azt mondom, ott kezdődik a sportérték, hogy ki az, aki innen ki tud válni, vagy ki az, aki egy Toro Rosso-ból föl tud lépni, vagy ki az, aki egy manorból fölfedezésre kerül, de hát nem sok mindenkit láttunk az elmúlt időszakban. Talán én azt mondom, aki igazán megfogta az embereket, az a Alonso és Webbernél elakadt még a Minardi színnél ezelőtt 10 évvel. De most már mi van Alonsoval is, hogy nem tud elő? Ennyire technika? Azért láthatjuk azt, hogy mikor jön neki egyáltalán a stílusjegyek versenyzőknél. Tehát ott van egy Hamilton-Rosberg. Nézzük csak Rosberg pályafutását, hogy amíg nem került világbajnok technikába, a személyiségét és a vezetési stílusjegyeit nem is lehetett igazán kiismerni, vagy nem kapott annyi figyelmet, vagy nem volt olyan kiélezett csata, hogy ez látszódjon. Kanyarodjunk egy kicsit vissza hozzád. Ez a mostani sportágad. Ez valóban sport? Itt valóban a pilóták képessége dönt arról, hogy ki hol végez? Természetesen ez is ugye technikai sport, és itt is ez túlnyomó rész, így van, a rallycrossban is túlnyomó részt még a technika számít, csak azt mondom, hogy az arányok másak, illetve a lehetőségek, tehát egy adott kanyart nem egyféleképp lehet gyorsan lefordulni, és azt robot módjára kell megcsinálni, hanem legalább 3-4 stílusban, de hogyha az autót még extrém körülmények közé tehát állítjuk. Tehát magyarul az ember a saját egyéniségét itt jobban bele tudja vinni. És ezáltal tudja színesíteni is a versenyzését, mert beleviszem a saját egyéniségemet, gondolkodásmódomat. Így van. Tehát a VB-n is például, ha megnézzük a top 4, top 5 pilótát, majdnem mindegyikük másképp vezet, más éveket használnak, másképp fordulnak. És akkor ez alapján lehet dönteni, most nekem az a szimpatikusabb az. És színesebb a nézőnek is, tehát nem ugyanazt látja, hanem tényleg különböző csatákat, és egyébként autók tekintetében is színesebb, tehát sokkal színesebb a felhozatal, mert a szabadságfok is nagyobb. Jó, ha már itt tartunk, akkor először is akkor mióta versenyzel, és melyik csapatnál vagy most? Most a saját csapatomban versenyzek, ez a Speedbox Racing Team. Idén, azt mondom, hogy idén alakult ez a csapat, mert korábban rally autókat szervizeltek, és elsősorban a bátyámnak, és közös erővel úgy döntöttünk, hogy akkor a rallycrossba belevágunk, és megmarad a rally is, de a rallycross lesz a fő irány és a fő fókusz. Akkor, akkor a rally magyar bajnokságon nem indulsz? Én nem. Egyébként volt több. Miért nem? Nem szerettem volna olyanba belevágni, ami ugyanannyi energiát emészt föl, és annyira új, hát
tiszta lappal újra kellene kezdenem, mint annak idején a pályautózást. Inkább azt mondtam, hogy szeretném az értékeit megnézni az adott bajnokságnak, ahol a lehető legoptimálisabb energiát kell befektetnem, és a lehető legjobb hozam lehet belőle, ami azt jelenti, hogy tudok rá szponzorokat találni, a nézőkhöz közel tudok kerülni, ugyanúgy megmaradnak benne pályautós elemek, és így gyúrtuk össze. És ez a rallycross. Így van. Mit lehet erről nagyjából tudni, szabályokról, pálya? Karosszériás autókkal versenyzünk, tehát azt lehet mondani, hogy a csúcs kategóriás rally autók felhúzott változatával. Mennyire lehet belenyúlni? Nagyon? Nagyon. Hát a turbószűkítő súly és a motorköpcenti van megszabva, minden más szabad. Illetve nyilván a karosszéria, tehát utcai autónak kell a sportváltozatával építeni az autót. Tényleg bűnületes az, amit meg lehet csinálni. Például az én autóm az egy R5-ös alapú Peugeot, tehát ez egy rally autóból átalakított rallycross autó, ami azt jelenti, hogy hátra került a hűtő, 2 literes motor került bele hatalmas turbóval, ami 600 lóerőt tud és 800 Nm forgatónyomatékot. 1300 a minimum súly határ, azon van az autó, 1310 körül van velem együtt, tehát még fogyhatok egy kicsit. Hadsebessége szekvenciális váltóval, és nyilván egy ülés van súly miatt benne, de egyébként akár tesztekre bele lehet tenni a másik ülést, és műanyag elemek vannak, vagy hát kompozit elemek vannak az autón, és ami a legfontosabb, hogy rövid sprintfutamokat futunk, 1,5 kilométeres pályákon, ez vegyes talaj. És a következő, jól tudom, 1,7 lesz, amire mentek ki. A spanyol? Igen. Így van. Az lesz a következő helyszín. Ugye Forma 1-es pályából is alakítanak ki rallycross pályákat. 60-70%-ban aszfalt a rallycross pály, és 30-40 arányban durván a murva. Igen, igen. Akkor az úgy tényleg úgy ott van mindenhol, ott van egy kicsit színes. Ha jól tudom, magyar bajnokságon is elindulsz, meg az ERBA bajnoki futamokon, ugye? Így van. Az egész. Az EB futamok, az miből áll? Hány EB futamból áll? 5 Európa bajnoki futam van. Ez mindig betét futama, vagy inkább azt lehet mondani, hogy közös rendezésű a világbajnoksággal. Ami azért... Mármint a rallycross világbajnokságban? Így van. Hát ugyanazon a hétvégén versenyzünk, sőt közvetlenül... Akkor miért nem ott indulsz? Hát az lesz a következő szint. Azért meg kell tapasztalni és meg kell tanulni ezt. Nyilván volt egy tanuló év, ahol összesen 5 futamot mentem. Akkor ez az első tiszta éved? Ez az első tiszta év, amikor ténylegesen... Mennyi ment le akkor ebből most? Idén, gyorsan számolok, 5 magyar ment le. 5 magyar futam és 3 Európa bajnoki futam. Még hátra van 2. Most legutóbb ugye az volt a hír, hogy újra EB dobogón Kispár Tamás, de csak néhány óráig. Így van, még a dobogóra felállhattam, pesgőzhettem. Még ez volt a harmadik? Ez volt EB futam? Ez volt a harmadik idén. Igen, életemben ez a negyedik, mert hogy tavalyi csonkai évet azt úgy zártuk le, hogy elindulunk egy Európa-bajnokságon. Hát annyi, hogy belekóstolja. Így van. Tehát ez volt ez az első teljes szezonod, és akkor a harmadik EB futamon felállhattál ismét a dobogón, mert voltál már dobogón. Így van, az én második futam. Így van. De aztán utána jött a telefon? Hát rögtön behívtak a versenybírákhoz. Tehát az volt a pikantériája a díj osztónak, hogy ott volt közvetlenül mellette a bírói szoba. Megkaptad a díjat, és rögtön mehettél is be, és adhattad is le. Igen. Volt egy ilyen 3-5 percnyi holtidő, és én inkább nem is mentem el az interjúkra, mert tudtam azt, hogy büntetés lesz, mert hogy mi is történt. Mi történt? Négy kerékkel elhagytam a pályát az utolsó kanyarban. Ugye nem az a klasszikus szituáció volt, mint ami akár mondjuk a médiában is elég jó népszerűséget kapott, hogy Timi Hansen Matthias Ekströmet, ugye a DTM bajnokot kilökte az utolsó kanyarban, pontosan ezen a svéd pályán négy kerékkel elhagyván a pályát, hanem egész egyszerűen én az ideális íven haladtam, az előttem lévő tavalyi Európa bajnok lecsúszott az ívra, és nyilván bennem is kialakult egy drukk, és már elkészültem, már az ugraton előkészítettem az előzést, és egy rövid féktáv után én is sodródtam a kanyarban, de én jó éven maradtam, és már előtte voltam, amikor egyrészt a rutintalanság miatt, másrészt pedig a meglepetés erejével jobban betapadt az autó, mint ahogy én számítottam rá, és nem azt az ívet írtam le, amit akartam, hanem előre mozdult az autó, vagy inkább azt mondom, az ív, vagy a rázókúj felé, befelé. Amikor is a rázókőre értem, hatalmasat tapadt az autó, és egy pillanat alatt beugrottam négy kerékkel a pályára. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a
külső kerék az tulajdonképpen egy 10 centivel volt a füvön, tehát épp, hogy egy autó nyomnival lementem, de ennek már nem volt jelentőség, tehát se ütközés, se lökés nem volt. Elhagytam a pályát, és így értem be a harmadik helyen. Hozzáteszem, ha normálisan körbe megyek, még akár csúszás nélkül is meg lett volna a harmadik hely, mert hogy a nyomás miatt, amit rájöttem az Európa bajnokra, a tavalyira, elég volt ahhoz, hogy hibába kényszerítsem. De hát tudtam azt, hogy belső felvételt fognak kérni. És hát már amikor megálltam és láttam, hogy a kamera nem működik és nem tudom életre lehelni, akkor tudtam, hogy óriási baj lesz. Mert hogy tisztában voltam azzal a szabály, hogy kizárásig lehet büntetni, hogyha nem tudok kamerafelvételt adni. Én nem csináltam más, mint ott volt végig a zsebemben a kamera, és azt mondtam, hogy itt van, hogyha életet tudnak ebben lehelni és valahogy kivenni valamilyen felvételt, akkor én leszek a legboldogabb, de ez game over, ez meghalt. És hát utána kizavartak a meghallgatásról, majd nagyon hosszasan értekeztek. Amikor elcsíptem egy információt, mely szerint 5 másodperc mindet is kapok azért, mert lehagytam a pályát, és akkor visszakerülök az 5. helyre a 6-ból, a harmadikról, de ez után jött talán a fekete leves, amikor is azt mondták nekem, hogy hát mivel nem tudtam felvételt adni, ezért megkapom a maximális büntetést, ami kizárás az adott futamból, és nem tudom mi oknál feltételezve, súlyosbító tényezőként, még 10 bajnoki pontot levonnak tőlem. Úgyhogy hirtelen egy harmadik helyről pezsgőszagúan, pezsgővel és kupával a kezemben, miközben harmadik helyen álltam a bajnokságban, ott találtam magam egy 20 perc, fél órával később, hogy mindent letesz. Lenulláztak. És lenullázva. Mondhatni 4 pontért mentem el azon a hétvégén, és 6. helyen találtam magam a bajnokságban. És ugye most jött meg a hír, nem is a régen, hogy nem fogadták el a fellebbezésedet. Így van, mert megfellebbeztem, mert hogy a szabály, ami kimondja, hogy milyen büntetéssel lehet sújtani az adott versenyzőt, hogyha nincs kamera és nem tud felvételt adni a bíróknak, akkor az kizárásig lehet büntetni. Azonban egy olyan pontra hivatkozva jött vissza a büntetés, ami arra mutat, hogyha már egy versenyzőt kizártak az adott futamból, elődöntőből, döntőből, és a szabálysértés olyan súlyos, vagy súlyosnak minősíthető, akkor a döntőbíró vagy a vezetőbíró eldöntheti azt, hogy további bajnoki pontot von le meg róvásként. És egy ilyenre hivatkozván azt mondták, hogy helyes a pontlevonás. Hát nem azt fellebbeztem meg, hogy találunk-e olyan szabályt, ami alapján jogtalan-e a levonás, hanem én azt mondtam, hogy a vétkemnek a szabálya alapján értelmetlen levonni pontot. Tamás, időnk nagyon szalad. Akkor most jelen pillanatban hol állsz akkor az Európa bajnokságban? 6. helyen állok, mondhatom azt sajnos, mert itt 19 pontra lett a 2. hely. Az 1. hely pedig már egyébként is kicsit elúszni látszik ott. Ugye, még 2 EB futam hátra van, következő ugye a Spanyolország, ugye? Így van. A 3. hely még azért matematikailag elcsíphető? Én azt mondom, matematikailag és gyakorlatilag is van rá lehetőség. Akkor most mondom, ez a cél? Abszolút. Én azt látom, hogy a top 3-ba fölérünk, akár egy 2. helyre is gyorsak tudunk lenni, vagy elegendő lehet a tempunk, viszont a rutinunk nem feltétlenül van meg ahhoz, hogy konstans 2. vagy akár 1. helyért menjünk. De a dobogó a legtöbb hétvégén eddig benne volt, egy-két apró bal szerencsétől vagy hibától eltekintve. Nyilván ehhez kell, azért itt a matematika már szóba jön, hogyha a főriválisok folyamatosan 2.-4. helyen érnek célba, és mindig úgy... De tőlük is levonhatnak, akár még 10 pontot is. Kisebb valószínűséggel, de akár le is vonhatnak. Realitásoknál maradva a 3. hely épp, hogy elérhető, de az 2 nagyon jó hétvége kell. Jövőre mindenképpen világbajnokság? Ez még most van kibontakozóban. Egyrésztől függ attól, hogy sikerül az év vége. Én azt mondom, hogy nem is legrosszabb esetben, de legnagyobb valószínűséggel még egy hasonló év néz ki, hogy egy, akár mondjuk egy, ha sikerülne megnyerni a magyar bajnokságot, amit jelenleg vezetek, akkor talán egy bajnoki címvédés és egy Európa-bajnoki ténylegesen dobogót megcélzó év, ami azt jelenti, hogy már a tapasztalattal felvértezve mehetnénk, és talán év végén vagy évközben egy-egy VB futam bele jöhetne a képbe, és utána egy full VB-s év, ami mondjuk egy 5-10 futamos VB néz neki. Ha viszont minden jól alakul, akkor talán ez a folyamat fölgyorsul, és oda juthatnánk, hogy egy 5 futamos EB és mondjuk egy 5 futamos VB szereplés, na ez talán mondjuk az állam lenne jövőre, amit egy 3. évben követhetne egy teljes full VB-s év. Zárásként, ha már álom, ma kezdtük, fejezzük be úgy.
Most már akkor megmaradsz a rallycrossban végleg? Igen, talán pályafutásomban most először tudok hasonló kérdésre olyan egyértelmű és határozott választani, amikor nem dobban meg jobban a szívem más irány és más kategória iránt, hanem azt mondom, hogy igen, itt jól érzem magam, és talán meg is találtam önmagamat benne. Mennyire ismerjük mi itthon szurkolók autósport szerelmesei a rallycrosst? Én azt mondom, hogy ez most van alakulóban. Volt egy nagyon szép időszak a rallycrossnak Magyarországon is, ez a 2000-es években. Te lehetnél úgymond az arca, aki az újkori rallycrosst ide behozza Magyarországra, és megismerteti velünk, úgy, mint ahogy anno Talma a gyorsági motorsportot behozta, és megismertette velünk? Én azt gondolom, igen, vagy legalábbis a király kategóriát mindenképp, hiszen van egy Szabó Krisztiánunk, aki ugye a junior kategóriában, szuperzarcászban már szép sikereket érte, de talán a király kategóriát valóban. Igen, mindig ezt szoktuk figyelni, sajnos ilyen gyarlóak vagyunk, bocsáss meg. Igen, és talán én voltam az első, még a nemzetközi porondon is, aki úgy bemerte vállalni, hogy igen, egy rallycross irányt elindít, és annak a képviselője lesz, vagy ahhoz az arcát adja, és hisz benne. Egy jó példa arra, hogy amikor váltottam még 15-ben, olyan telefonokat kaptam külföldi ismerősöktől, sportásoktól, versenytársaktól, hogy hát ilyen butaságot, tehát miért választottad ezt? Majd rangon alulinak minősítették, hogy ez hozzád képest. Igen, ez. Hiszen nem voltak olyan autók még akkor, vagy még akkor kezdett kialakulóban látni, bár én láttam benne a potenciál 14-től, amikor VB lett, és évvégén jöttek a hírek, hogy ki fog rallycrossba jönni, mégis akkor kaptam és ugye népszerűsödött egyre jobban, és kaptam a telefonokat újra, hogy hát bocsánat, valóban jó döntés volt, így tovább szurkolunk. Én azt mondom, tényleg ez jellemzi a szakágat, a fejlődés, a dinamizmus és az egyre profibbá váló környezet. Zárásként, és akkor reméljük benne a Kispár Tamással együtt. Ez így lenne szép és kerek, nekünk magyaroknak legalábbis. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm is. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.